Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényeinkhez még visszatérünk adásunk során. Most folytassuk ismét a stúdióból az aktuális témák, beszélgető témákat. Amikor elérkezik a fél év, vagy közeledik a fél év, akkor mindig terítékre kerülnek a beiskolázások, indulnak a középiskola választások, felsőoktatási intézmény választások. Kezdjük most a középfokúnál talán. Stúdió vendégünk az Eszterházi Károly Főiskola gyakorló általában, iskolája, középiskolája, alapfokú művészeti oktatási intézményének ö, igazgatóhelyettese, középfokú ö, iskolai intézmény igazgatóhelyettese. Vizes Lajos úr, köszöntöm a stúdióba, köszönöm, hogy befáradt ö, hozzánk. Ö, talán kezdjük ott, hogy, ö, hogy mi, a, mi a tapasztalatuk, ö, mi alapján választanak a, a gyerekek középiskolát. Mennyire mérik már föl, hogy nem mindegy, hogy melyikbe mennek? Hát valóban ez egy óriási probléma a családon belül, tehát a szülők is a, a diákoknak nagy dilemmát jelent az iskolaválasztás, és én azt gondolom, hogy egyre inkább megfontolják a szülők, és próbálnak idejében tájékozódni arról, hogy milyen lehetőségek vannak. Hát Eger, mivel iskolaváros, a középiskolák igencsak széles és színes kínálatot, adnak a szülők és diákok irányába. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy időben és egy megfelelő, tartalmas, pontos kínálatot adjunk számukra, és ezzel könnyítsük meg az iskola választásukat. Mi az, amivel az önök iskolája meggyőzi a, a jelenleg általános iskolásokat, hogy az önök középfokú intézményet érdemes választani? mi pluszt adnak a többi össz képest, mondjam úgy. Igen. Igen. Hát valóban ezek a pályaválasztási fórumok, szülői érdekezletek, pályaválasztási kiállítás, ami ezekben a hetekben zajlik, az célozza, hogy igyekezzünk megnyerni potenciálisan a, diákokat, szülőket a mi iskolánknak. Ahogy mondtam, nagyon sok jó középiskola, sok jó gimnázium, tradicionálisan jó gimnázium van Egerben, tehát nagy a verseny, nagy a konkurencia. Hogy miért is jönnek hozzánk az Eszterháziba a diákok középiskolába? Én azt gondolom azért, mert van egy igen bőséges, színes kínálatunk, amiből mindenki válogathat. Nem feltétlenül csak egy irányban igyekeztünk elmozdulni, hanem ez a képzés valóban színes, még fogok róla későbbiekben szólni, ha erre lesz lehetőség, hogy a nyelvi képzéstől az informatikán át a természettudományos képzésig szinte a, a tudományok minden területét átfogja az a lehetőség, amit mi kínálunk. Másrésztről nagyon komoly infrastruktúra, tehát olyan, olyan technika áll rendelkezésre a háttérben, amivel viszont már nem biztos, hogy minden középfokú intézmény rendelkezik. Emellett én azt gondolom, hogy a tanáraink is igen magasan kvalifikáltak, jól képzett, empatikus szakemberek, ráadásul az innovációval is azt hiszem, hogy elég jól állunk, ezt bátran mondhatom. És a harmadik dolog pedig, hogy egy, egy jó hangulat, egy jó kedv az, ami az Eszterházis közösséggel jellemző, és azok a rendezvények, amelyek a szabadidős programok közé tartoznak, azok is jó hírét keltik az iskolánknak. Említette tanár úr, hogy a beszélgetésünkben, hogy kiállításuk van róla, a fórumokon adnak számot. Hol lehet információt szerezni ezekről? Hogyan jut el az érintettekhez? Tehát ahogy az előbb is említettem, a városi általános iskolák pályaválasztási szülői értekezletet rendeznek, erre meghívják az adott középiskolák pályaválasztási felelőseit, igazgatóit, akik ott tájékoztatják a megjelenő szülőket, illetve diákokat. Ez az egyik lehetőség. A másik november 17-én a dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban lesz egy pályaválasztási kiállítás, ahol pedig tulajdonképpen standokra kivonulnak az egri középiskolák, és és ott filmekkel, különböző prospektusokkal, élőszóban mi például kísérleteket fogunk majd, természettudományos, tehát fizika, kémia kísérleteket fogunk bemutatni, ezzel csalogatjuk a gyerekeket, minél érdekesebb dolgokat bemutatni, ami az iskolára jellemző. És hát mindemellett programok, műsorszámok is lesznek, a különböző iskolák diákjai lépnek fel. Most mi is büszkén mondhatjuk, hogy tőlünk is három műsorszám, három produkció is lesz és mutatjuk azt, hogy, hogy ilyen lehetőségek is vannak a mi iskolánkban. Ezeken kívül pedig hát ilyen felvételi tájékoztató füzetet próbálunk szóróanyagként eljuttatni azokban az iskolákba, ahonnan már hagyományosan több diák is érdeklődik és tanul a mi gimnáziumunkban. Hát valamint a honlapunkon, tehát az iskola honlapján bőséges információ áll a szülők és diákok rendelkezésére, ami az induló képzéseket maximálisan ismerteti, hogyan lehet bejutni a képzésre, mit kell teljesíteni, ilyen kritériumokat, mi szükséges ahhoz, hogy bejuthassanak a gyakorló iskolába. Hát ezen kívül természetesen a, a sajtót is igénybe vesszük, a rádiót, és ott is propagáljuk a képzéseinket. Említette, Tanár úr, hogy elég jól állnak információs berendezésekkel, kommunikációs berendezésekkel, technikai háttérrel. Mondjunk erre egy-két példát, mi az, ami, ami igazán ö, földobta, és hát a, a korral lépést tartva biztosít föltételeket a iskolában. Tehát a mai világban bizony már nem olyan egyszerű ennek az anyagi hátterét megteremteni, ezért a, a kollégák nagyon. Eredményes, szerencsére nagyon eredményes pályázatokat nyújtottak az utóbbi időben, és ezekkel sikerült olyan anyagi forrásokat megteremteni, amik elősegítették azt, hogy mi folyamatosan tudtuk az infrastruktúránkat, az oktatás technikai hátterét is biztosítani, méghozzá a lehető legjobb minőségben. Tehát az infokommunikációs technikák teljes tárháza rendelkezésre áll, termeink projektorokkal vannak felfedezve, illetve Szerelve, és természetesen most már a diákok számára tanuló laptopok is adva vannak. Nagyon jó gépekkel, kiváló programokkal felszerelt asztali gépek vannak az informatika termeinkben, tehát én azt gondolom, hogy nyugodtan ilyen szempontból választhatják a mi iskolánkat, nem fognak hátrányt szenvedni semmiben sem. És hát a, a legutolsó nyertes pályázatunk, az pedig a természettudományos labor pályázat, ahol szinte már egy 22. századi természettudományos labor kialakítására került sor. Ez egy regionális együttműködés keretében történik, tehát több partneriskolánk is van, középiskolák is Egerből, illetve Egri és környékbeli általános iskolák, akik már jelenleg is dolgoznak ebben a laborban, és hát várjuk, hogy ezen felbuzdulva, hogyha a felfedezés örömét mondjuk egy kísérlet során megtapasztalják, tetszeni fog nekik, akkor a mi iskolánkat fogják választani a továbbtanulásnál majd. Azt szoktuk mondani, hogy azért vannak jó helyzetben ebből a szempontból, amit most szeretnék felvezetni az általános és középiskolák, mert nem kifejezetten egy pályairányultságra kell képezniük, hanem meglehetősen széles területen tudnak mozogni, föltételeket biztosítva. Ilyenkor nagyon sokat számít az, hogy milyen sportolási lehetőségekkel rendelkeznek, milyen alkotó közösségeik működnek sikeresen. A, a diákok számára ez még ilyenkor nagyon vonzó, hiszen ők minden területen ki akarják magukat próbálni. Hogy tudnak ezekhöz alkalmazkodni föltételekkel? Igen, hát ezzel abszolút egyetértek, hiszen a, a diákok számára e, még azért nem egyértelműen, annyira céltudatosan gondolkodva választanak iskolát. A szülők e, már inkább, a diákok azt látják, hogy milyen rendezvények vannak, diáknapok táborozási lehetőségek, milyen sportágakkal lehet ott komolyan foglalkozni, vannak-e jó bulik, hát ilyenek is vannak természetesen, hiszen a, a nemzeti hagyományok ápolása mellett és az ünnepeinkről való megemlékezés mellett ilyen is van, mint például a Halloween party, ez éppen a mai este lesz majd a van a, a gimnáziumi diákok közösségének, tehát ezek minden bizonyjal, Előre viszik a diákokat abban, hogy a mi iskolánkat válasszák. Mi ehhez e, igyekszünk egy olyan stabil hátteret, e, ahogy már említettem, technika infrastruktúra szempontjából is biztosítani, valamint e, a, a pedagógusok szemszögéből is, hogy e, például a diák önkormányzat és annak segítője, vezetője, kolléganőm egy éves programot tervez meg ezekkel a szabadidős, délutáni kellemesebb programokkal, és hát ezt előre ennek az anyagi hátterét biztosítva megtervezik, hogy mire lesz majd lehetőség. Az az igazság, hogy vannak alapítványaink, akik támogatják ezt a tevékenységet, és most majd a jövő hónap elején pedig egy jótékonysági bált is fogunk rendezni, és annak a bevétele is egyértelmű, hogy hasonló célokra, a tehetséges tanulók versenyeztetésére, táborozásra és ilyesmire fog majd menni. Hát Ki hagyjuk, hogy hát országos szinte jegyzik a női röplabdát, a az iskolában. Erobik csoportjuk uh, ugyancsak sikeres volt országos uh, szinten, tehát bőven van, miből választanak sportágat is. Tehát a, a sportot nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ezt mindenki tapasztalhatja manapság, hogy a gyerekek nagyon szívesen beülnek a számítógép elé, ami nem baj természetesen, hiszen uh, rengeteg információhoz hozzájutnak, ami segít őket a tanulásban, tehát a képzést segítő. Uh, ha ilyen program, ez, ez egyáltalán nem gond. Hát viszont uh, ők még hajlamosak arra, hogy... hogy túlságosan sok időt töltsenek Facebookkal és egyebekkel. Tehát mi azért erre reagálunk, és, és, igyekszünk azt a mozgási, sportolási, testedzési lehetőséget is biztosítani, ami egy ilyen korosztály gyereknek feltétlenül szükséges. És eredményesek is vagyunk, tehát nem csak, tömegsport szintjén beszélhetünk sportolásról a mi iskolánkban, hanem valóban országos eredményeink vannak, hiszen a legjobb hat iskola között tartják számon eredmények tekintetében a mi gyakorló iskolánkat tehát a röplabdában, kézilabdában országos döntők, és hát mindemellett a csapatsportok mellett egyéni sportágakban is ott vannak a diákjaink, kötélugrásban, asztali teniszben, úszásban sorolhatnám, és így tovább, és valóban a minőségi sportot is támogatjuk, tehát hogyha például a válogatott játékos jár az iskolában, most is van rá példa, akkor mindenben segítjük, és büszkék vagyunk rá. Most például a vízilabdából van egyik ifjúsági válogatott játékosunk. Na ez még új, ezt még én sem hallottam, hogy vízipólóban is ott tartanak. Hát egerbe, ha iskola valamit ad magára, akkor ezek olyan sportágak, amiben ott kell lenni. Hát bízunk benne, hogy értékes hallgatóik lesznek következő évben is? Nagyon-nagyon bizakodunk benne, hiszen ahogyan a minőségpolitikai céljainkat megfogalmaztuk Trefort Ágostonnak a gondolatai alapján, mi úgy dolgozunk, hogy a közoktatásban egy jó minőséget képviseljünk, és emellett pedig a paralógus képzésnek egy igazi műhelye legyen a gyakorlóiskola. És ehhez... Garantáljuk mi azt, hogy a képzési struktúránk a gimnáziumban olyan legyen, hogy tényleg mindenki a kedvére és a képességeihez mérten tudjon választani. Tehát nyelvi előkészítő osztályunkban három csoport indul például. Egy angolos nyelvi előkészítés csoport, egy angol és természettudományos orientációi csoport és egy német nyelvi előkészítő csoport. Na most ezek a gyerekek idegen nyelvből heti 15 órát kapnak. Ezzel a nulladik, úgymond nulladik évfolyamon megalapozzuk az idegennyelvi nyelvi tudásukat és a közismereti tárgyakat majd csak a következő évfolyamon kezdik el tanulni. De az informatikának, a számítástechnikának is nagyon fontos a szerepe, tehát már a nulladik évfolyamon 5 órában tanulják hetente ezt a tantárgyat is, és hát így épül fel szépen aztán ez a fajta képzési struktúra. Tehát az egy plusz négy éves képzésben így vannak a diákjaink, és hát igyekszünk a kisé mostohán kezelt természettudományokat is mi felkarolni, és, és szeretnénk tulajdonképpen ha lehet ilyet, akkor a középiskolából egyenes utat nyitni az Eszterházi Károly főiskola, ilyen jellegű tanszéke is a nekik is ehhez, most már ez a labor mindent biztosít, úgy gondolom. Minden adott ahhoz, hogy képzés jó színvonalon tudjon folyni majd. Igen, igen, azt kell, hogy mondjam, tehát hogyha megnézzük a, a többi tagozatainkat, tehát az emelt szintű képzéseket, akkor azt mondhatom, hogy a rajz és vizuális kultúra emelt szintű képzésre érkező diákok is rendelkeznek tulajdonképpen minden olyan háttérrel, ami szükséges, tehát egyrészt a, a technikát tekintve, illetve a humán erőforrásokat tekintve is és ezt a képzést is, valamint az énekzenet tagozatos csoportnak a képzését is, még az alapfokú művészetutatás még inkább alátámasztja, ahol már zömében egyéni képzések szerepelnek, de a diákok tudását így egészítik ki és teszik kerekké. Talán egyet mondhatunk, aki nem hiszi, járjon utána. Feltétlenül. Keresse meg önöket. Én Győződjön a... meg róla, hogy igazat arra, beszéltünk. Eladni, hogy november 21-én, 10 órától sok szeretettel várjuk a 8 diákokat, akik a 4, illetve a 4 plusz 1 éves nyelvi előkészítő képzésünk iránt érdeklődnek, betekintést kaphatnak az iskola életébe, tájékoztató lesz, illetve órákat is látogathatnak. Ezt megelőzően november 16-án pedig a 6. osztályos diákokat és szüleiket várjuk, hiszen egy új színfoltja ismételten egy új dolog a képzésünknek, hogy elindítjuk a hat évfolyamos folyamos tehetséggondozó kis gimnáziumot is, szintén angol és természettudományos orientációval, és ennek 16-án lesz a nyílt programja, oda is mindenkit nagy szeretettel várunk. Meg fogunk jelenni. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Mi pedig folytassuk nézőink a témáinkat, még kötődve a Magyar Tudomány ünnepéhez is. Bölcsészettudományi karom volt Karinap rendezvénye, amelynek már egyben a 31. OTDK nyitás is volt a célja. A Karnak a TDK elnökével és egy hallgatóval beszélgettünk ezen az -ez eseményen.